Kedves vendégeink, tanáraink, kedves 12-es diákok! Szeretettel köszöntünk mindenkit a Tolnai Lajos Gimnázium 2013-as szalagküzdő ünnepén. Sehr geehrte Gäste, Ehrer, liebe Schüler der 12. Klasse, wir begrüßen Sie recht herzlich an der Wandreihe des Tolnai Lajos Gimnasiums. Elsőként
csináltatok most 4, illetve 6 év tanulás, munka után. Így kezdtétek el építeni jövőtöket, mint az idős ács a tanmesében. Az idős ács egy szép napon úgy döntött, befejezi eddigi teendőit. Főnökének jelezte ezt, s mondta, valahogy majd csak el leszek. A főnök nagyon sajnálta, hogy elveszíti legjobb ácsmesterét, és arra kérte őt, hogy utoljára segítsen még neki felépíteni egy házat. Az ácsmester ráállt, de nem telt el sok idő, és már is látni lehetett, hogy az utolsó házba a szívét már nem tette bele. Az elvégzett munka hanyag volt, a felhasznált anyagok minősége silány. A ház átadására megjelent a főnök is, magában hozta a ház kulcsait, és átadta azokat az ácsmesternek. Ez a te házad, mondta, ezt én adom ajándékba. Az ácsmester meg volt döbbenve. Milyen kár, ha tudta volna, hogy a saját házát építi, egész másképp dolgozott volna. Itt vagyunk hát, együtt, ünnepelve. Megállunk kicsit, visszanézünk. Oly sok mindenért hálát adva erőt gyűjtünk a holnapokra. Végzősök lettetek, de még nem végeztetek. Egy mérföldkő az utolsó felé vezető úton, a végső számadásig. Vártuk ezt a napot, mindenki máshogyan, és ennek megfelelően most is más és más lélekkel vagyunk itt, mind a hányan. Van, aki kitartó munka után, így mély békével a szívében ízlegeti annak zamatos gyümölcseit. Vannak olyanok is, akik felszínesen készülve ennek megfelelően felszínes örömmel állnak itt. Csak munka után édes a pihenés, csak kitartás, szorgalom, idő, energia befektetéssel, odaadással sejthetünk valamit az örömökből. Csak az ünnepel igazán, aki szívében napra már régóta készíti, s dolgozott érte, hogy szép legyen. Amennyit a szív felfoghat magába, sajátunknak csak annyit mondhatunk. Ahogy ma állsz a dolgokhoz, és ahogy ma döntesz, azt szabja meg volna, hogyan élsz majd. Döntéseidet és tetteidet jelenleg befolyásolja már a legérdekesebb tünemény, mely az emberi életben találkozhatunk, az emberi jelen. Semmi nem olyan érdekes, meglepő, kiszámíthatatlan, mint a folyamat, melynek során egy ember elárulja jelenbeli sajátosságait. Bármit mutat is a világ, tájakat és természeti csodákat, a földi flóra és fauna beláthatatlan változatai, semmi nem olyan sajátos, mint egy-egy ember jellene. Mikor érdeklődésünk eljut a világ dolgainak szemlélése közben az emberi jellek ismeretéhez, egyszerre úgy érezzük, ez volt igazi feladatunk az életben. Minden más, amit megismertünk, csak ismereteinket gazdagította. De lelkünk csak a jellemek beismeretétől lesz gazdagabb. Mert ez a legközvetlenebb emberi tapasztalás, igen, a jelen maga az ember. És mert a jelen maga az ember, hasztalan ipatkodunk eltépkolni azt, jellemét éppen, ami kevéssé rejtegetheti az ember, mint ahogy testi lényét nem tudja elrejteni semmiféle kötsapka. Ideig, óráig viselhetünk az életben álszakát és áruhákat, de egy pillanatban lehúrolunk minden jelmet, és megmutatkozik a valóság. Egy mozdulat, egy szó, egy cselekedet végül is elárulja az igazi jellemünket. Az állarcozás csak alkalmi lehet, és a találkozás egy jelen valódi sajátosságaival a legnagyobb emberi élmény, melyben részünk lehet. Kívánjuk nektek, hogy utolsó házatokat, amit ebben a gimnáziumban még fel kell építsetek, teljes odaadással, sosem lankadó szorgalommal és kitartással építsétek, hogy mikor kész lesz, majd büszkék lehessetek rá, és büszkén mutathassátok meg másoknak is. Német nyelven Benemákásnak köszöntő beszédet. Liebe Schüler der 12. Klasse, seit 4 bzw. 6 Jahren seid ihr in diese Schule gekommen und mit mehr oder weniger Fleiß und Ausdauer gelernt. Vielleicht wart ihr manchmal auch ungeduldig und habt das Gefühl gehabt, dass es nur Zeitverschwendung ist. Hier zu sitzen und von Tag zu Tag gut zuhören und lernen. Wer aber nicht aufgegeben hat und fleißig gearbeitet hat, wird am Ende keine Schwierigkeiten mehr haben, wie auch der Maler in der vorfolgenden Anekdote. Ein wohlhabender Kunstfreund bestellte bei einem Maler das Bild eines Hahnes. Nach einem Jahr fragte der Besteller höflich nach seinem Werk. Nach dem zweiten Jahr suchte er den Maler ungeduldig auf. Warte ihn auf den Blick, sagte der Künstler und zeichnete das Bild mit weniger Pinselstichen auf das Papier. Du konntest es in einigen Minuten machen, rollte der Besteller, und dies mich 2 Jahre erwarten.
Darauf führte ihn der Künstler in sein Arbeitsraum und er war angefüllt mit 4000 Vorstudien zu dem Hahn. Er hat 2 Jahre nicht als Hina gezeichnet und dann im Nun und Wesen hat Form ein Hahnes mit weniger Stechen geben zu können. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr am Ende des Jahres, wo ihr auch euer Hahn malen müsst, es ohne Schwierigkeiten schafft und euer Werk so gut gelingt, dass ihr darauf stolz sein könnt und es auch andere mit Freude und Stolz zeigen könnt. Kedves ünnepeltek, kedves szülők! Most a 11. évfolyam rövid műsora következik. Elsőként Szabolcs Lívia és Berényi Kata gitárjátékát hallhatják, majd Gerencsé Rebeka szavallata következik, végül fogadják szeretettel Bartó Eszter Búcsúdal című számát Pósa Dominika, Héjas Gerda és Paus Lipa előadásában. Liebe Schüler der 12. Klasse, liebe Eltern, jetzt folgt ein Vortrag des 11. Klassen Jahrgang. Als erstes spielt Stelia Sobo und Kotter Berini Gitarre, dann folgt ein Gedicht von Rebecca Galeccia vorgetragen und als Abschluss hören Sie ein Lied gesungen von Rika Pausch, Dominika Pauscha und Gerdo Helios. Reményik Sándor, mi mindig búcsúzunk. Mondom néktek, mi mindig búcsúzunk. Az éjtől reggel, a nappaltól este. A színektől, ha a szürke por belepte. A csöndről, mikor hangzavarta fel. A hangtól, mikor csöndbe halkul el. Minden szótól, mit kimondott a szánk. Minden mosolytól, mely sugárzott ránk. Minden sebtől, mely fájt és égetett, minden képtől, mely belénk mélyedett. Az álmainktól, mik nem teljesültek, a lángjainktól, mik lassan kihűltek. A tűnő tájtól, mit vonatról láttunk, a kemény rögtől, mik megáltalálunk. Mert nincs napkelte kettő ugyanaz, mert minden csönd más, minden könyv igaz. Elfut a perc, az örök idő várja, lelkünk, mint fehér kendő, lent utána. Sokszor szívünk se fáj, könnyünk se hull, hidegen hagy az elhagyatott táj, hogy elmentünk, róla nem tudunk. És mégis mondom nektek, valamitől mi mindig búcsúzunk. Thank you.
Milkovics Milan. Illés Dóra. Bodri Gergely. Takács Ildikó. Macó András. Gadányi Dóra. Kis Bence. Lovász Kuzsina. Jákob Zsolt. Zéber Claudia. Demeter Dániel. Müller Anita. Mika Jármin. Ickert Harina. Szeneti Sándor Mátyás. Kovács Dalma. Nét Martin. Bíró Csenge. Németh Balázs. Budai Bernadett. Udra Milán. Mm-hmm.
12. B-osztály. Vámosi Renáta, Kelemen Már, Szűcs Marián, Schmidt Balázs. Györgyi Sára, Baka Már, Kardos Alexandra, Daróti Bence. Kitti, Ferenci Gergely, Barak Temese, Bácsi Zoltán.
Falkó Borbála, Domokos Bente, Molnár Tíma, Megyeri Ákos.